csúszós havas utak. Szerencsére ez az időjárás még hosszú hetekig nem fenyegeti hazánkat, az autónkat viszont még jóval a téli időjárás előtt fel kell készíteni. Az autózásban két szezon, a téli és a nyári között teszünk különbséget. A téli időszámításnak nagyobb jelentősége van, mivel azokban a hónapokban nagyobb igénybevételnek tesszük ki az autókat, ezért szükséges minden esetben az átfogó ellenőrzés szakemberek segítségével. Az időszakos karbantartás lényege tulajdonképpen az, hogy az autót felkészítsük a megváltozott időjárási körülményekre, ami mondjuk egy korai sötétedés esetén a megfelelő világító berendezések ellenőrzése, hogy minden lámpánk ég, a tompított fényszóró, ködlámpa, ködzárfény irányjelzők megfelelően működnek-e, a fékek megfelelően fognak-e, nincsenek-e elkopva a fékbetétek, féktárcsák, megfelelő hatásfokuk, ezt egy fékhatásmérő padon tudjuk ellenőrizni, megfelelő helyen, szakszervízben, illetve a futóművek ellenőrzése történik, ami mondjuk ugyanúgy egy futómű ellenőrző padon, lengéscsillapítás méréssel és átvizsgálással történik. Hogyha ezek megfeleltek az előírásoknak, akkor az autó alkalmas a téli közlekedésre. Egy másik kulcskérdés a téli felkészítésnél a gumicsere. Átszerelés előtt érdemes megvizsgálni a gumik állapotát, hogy biztos nem sérültek vagy repedezettek, illetve ellenőrizni, hogy mennyire kopottak, mivel egy téli gumi esetében az úgynevezett profilmélységnek 4 mm-nek kell lenni. A legtöbb autós ismeri azt az iratlan szabályt, hogy akkor kell téli gumira váltani, amikor az átlag hőmérséklet 7 Celsius fok alá csökken, mert a nyári gumi anyaga ez alatt a hőmérséklet alatt megkeményedik és veszít a tapadásából. Ez a 7 fok azt is jelenti, hogy éjszaka már mínusz fokokat mérhetünk, így éjszaka közlekedve még baleset veszélyesebbé válhat a nyári gumik használata. A téli gumi anyagából adódóan más profilszerkezettel rendelkezik, ezáltal jobb a vízelvezető képessége, illetve nagyobb a tapadása latyakos, havas, rosszabb minőségi úton, illetve láthatjuk azt, hogy megfelelő a profilmérség, sőt túl is mutat a 4 mm-en. A nyári gumi azért nem megfelelő a téli használatra, mert nem tudja úgy elvezetni a latyakot, havat, és hideg időben nem képes úgy tapadni mondjuk, mint melegben. 4 darab alufelnire szerelt téli gumi átlagosan 150 és 250 ezer forint közötti összegbe kerül, de ez az ár lehet akár magasabb is mérettől és márkától függően. Használt vásárlása esetében ennek a töredékéből is kaphatunk gumiszettet.